Az új játszótér nagy sikert aratott már a felavatása napján. A kormány jóvoltából a belügyminisztérium 16,5 millió forintos támogatásának köszönhetően valósulhatott meg a játszótér és az edzőpark Harkány-Terehegyen, mondta Baksai Endre Tamás polgármester. Ha megnézzük Harkány lakosságszám növekedését, az elmúlt 7 vagy 8 évben közel 1000 fővel nőtt a város lakossága, és ellentétben más város részekkel szemben ide többnyire fiatal családok költöztek. Tehát ezért is tartottuk fontosnak, hogy egy élhető kertvárosias környezetet hozzunk létre, akár az első ciklusban, vagy az előző ciklusban a játszótér létesítésével, vagy a mostani pályázati körben a sportpark, fitnesszparkkal való bővítéssel. A kisváros fejlesztési program sikeresnek bizonyult, hiszen nagyon hamar, alig több mint fél év alatt készült el a kisgyerekeknek szóló játszótér és a felnőtteknek való edzőpark helyi vállalkozó közreműködésével. Én nagyon sokat jártam itt polgármester úrral, és amikor a közösségi térben, ami itt a játszótér mellett van, beszélgettünk, akkor ő többször említette azt, illetve a terhegyi helyi képviselők, hogy itt jó lenne, hogyha a közösség tudna gyarapodni egy játszótérrel. Mint hogyha meghallgatta volna a kormány a harkányiaknak az igényeit, elindult egy kisváros fejlesztési program, és azon belül kapott a város lehetőséget arra, hogy ezt a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt szóló parkfejlesztést meg tudják csinálni. A Harkány-Terehegyi városrész a régi harkányiak lakhelye. A település fiatalodni látszik, sok a kisgyerekes család, kell a hely a szórakozásnak, szabadidő eltöltésnek.